školky s radosťou môžeme skonštatovať, že sa rozrastá o nových mladých členov. Menovite sú to nasledovie. Nagy örömünk reszolgál, hogy új, fiatal tagokkal bővült a fúvósok tagsága. Népszerű. Csík Margit Csilla. Csík György. Szabó Bálint. Földes Csilla. Horváth Fanni. És Fekete Bori. Nový dirigent dychovej hudby zároveň pôsobí aj ako pedagóg, ktorý sa snaží odovzdať čo najviac zo svojich poznatkov a srdečne očakáva všetkých mladých záujemcov, ktorí by radi rozšírili rady dychovky. A fúvó zenekar és az új karnagyúr, aki nem csak a zenekarvezetőként, hanem tanárként is egyaránt hatalmas energiával dolgozik és adja tudása legjavát, sok szeretettel vár zenélni kedvelő, kitartó fiatalokat. A teraz sa opätovne započúvajme do koncertu a vypočujme si okrem iného aj ďalší pokoj. Most pedig folytatódjon a koncert, és hallgassuk meg többek között a Boldogan menetelő zenekar. Thank you.
Prosíme starostu obce pána Gustáva Maďariča, aby predniesol slávnostný prejav. Tisztelt jelenlévő, kedves vendégeim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezen a mai estén köszönhetem Önöket. Az adventi időszak utolsó vasárnapja van. Néhány hete a várakozás időszakát éli. Lehetne a méltó módon ünnepelni karácsony előtt utolsó vasárnapját, mint a karácsonyi koncerttel. Ez az időszak az egymásra figyelésről és a szeretetről szól. Ezt az ünnepi hangulatot erősítették meg mindnyájunkban, a ma este itt színpadra lévő. Nemes Ókölkösség büszke lehet arra, hogy a mai estén ennyien összegyűltünk a helyi kultúrházunk nagytermében, és együtt ünnepelhetjük a karácsony eljöttét. Köszönöm az Ócsak Húgó zenekarnak, a Mazsoret csoportok és a Kodály Zoltán népdalkör tagjainak, hogy ma este ünneplőbe öltöztették lelkünket. A zene és a tánc nyelvén olyan nyelven szóltak hozzánk, melyet nem csak itt jelenlévők, hanem a világ minden nemzeteért, a zene, a dallam és a tánc nyelvén. És köszönöm Önöknek, hogy eljöttek, hiszen Önök nélkül ez az este nem teljesítette volna küldetését. Kívánom, hogy a mai este fénye az üzenetek kíséri el Önöket otthonaikba, és mindnyájuknak kívánok áldó békés karácsony ünnepeket. Köszönöm, hogy meghallgattak. Я мій велкостю, що вас тут днес вечір можемо привітати. Є последна адвентна неділя, а ми вже пару тижнів напето очікували приход Вянц. Екзистує входніший спосіб ослави последної адвентної неділі, як тенто в'яночний концерт. Тото обдов'є є судружності, покопені і ласки. Туту славностну атмосферу нас днес посильнює наші учінкуюці. Обець Зем'янська Ольча може бути хрида, що ми dnes toľký zišli tu vo veľkej sále kultúrneho strediska a spoločne slávime príchod Vianoc. Chcel by som poďakovať členom dychovej kapely Oča, mažoretkám a spevokoru Zoltána Kodája, ktorí dnešný deň svojím programom potešili naše duše. Oslovili naše srdcia jazykom, ktorému rozumieme nielen my, tu prítomný, ale celý svet, jazykom hudby a tanca. Ďakujem aj vám, že ste prišli, lebo bez vás by tento večierok neplnil svoje poslanie. Prajem vám, aby vás čaro dnešného večera sprevádzalo počas celých sviatkov, vianočných sviatkov. Ďakujem, že ste ma počuli.
Pred 10 rokmi, posmelený úspechom prvej skupiny mažoretiek, sa založila aj ďalšia z malých škôlkárov pod názvom Kotico. Ich prvé vystúpenie bolo taktiež v čase Vianoc. Zožali veľký úspech. Odtedy prešlo 10 rokov a z drobných dievčat vyrástli hotové slečny. Za uplynulé obdobie zožali početné úspechy, zvíťazili na viacerých súťažiach. Pri príležitosti tohto okrúhleho jubilá ich pozývam na pódium, aby sme im mohli zablahoželať. 10 évvel ezelőtt a nagy mazsorettek sikerén felbuzdulva kis óvodásokból megalakult a Patica Mazsorett csoport. Első fellépésükre szintén egy karácsonyi koncerten került sor. Természetesen nagy sikert arattak. Azóta eltelt 10 év. A pici lányok, mondhatni, ma már fiatal hölgyekké cseperedtek. Az eltelt 10 év alatt sikert sikerre hallottak, számos versenyt megnyertek. E kerek évforduló alkalmából szólítom őket a színpadra, hogy gratulálhassunk nekik. Predsedničku miestnej organizácie Čemadoku, pani Julianu Naď, aby prišla na pódium. Felkérem nagy Julianát, a Čemadok elnöknőjét fáradjon a színpadra. Továbbá megkérem a mazsoretteket a nevük elhangzása sorrendjében és az említett személyeket, hogy szíveskedjenek a színpadra feljönni. Bajcsi Dóra. Bajcsi Viktória. Bartalos Daniela. Érkezik Bajcsi Viktória. Beke Izabella. Borsányi Zsófia. Borsányi Zsuzsa. Veronika. Győri Orsolya. Kis Csilla. Kosaréka. Már Andrea. Rácz Alexandra. Meja Tímea. Rácz Alexandra érkezik, ha jól látom. Köszönöm.
Sabina. Szép Boglárka. Babrecsán Fanni. Zsoldos Nikol. Szabó Izabella. És érkezik Zsoldos Nikol. Továbbá kérném a színpadra, vagyis a színpadon van Ollári Aladár, Szép Katalin, a csoportok vezetői, Benedek Erzsébetet, Laki Erzsébetet, és a csoport művészeti vezetőjét, Kartai Adélt. Katicsa csoport, engedjétek meg, hogy itt most, ezen szép ünnepi pillanatokban néhány szót szóljunk hozzátok. Így év vége felé általában mindenki elgondolkodik azon, hogy mi is történt abban az évben. Ti most olyan időponthoz jutottatok, hogy nem csak az elmúlt évre, de az elmúlt évtizedre is visszagondolhattok. Igen, évtizedre. Ugyanis most, ebben az évben ünnepelhetitek azt, hogy együtt vagytok immár 10 éve. Közületek sokan ott voltak az első fellépésre készülődve. 2005. decemberében, amikor a kitűzött időpontját a koncertnek el kellett halasztani a nagy havazás miatt. A második nekifutásnál, bár szakadó esőben és csepegő mennyezettel, de a szervezők mégis úgy döntöttek, a koncertet megtartják. Ti akkor még pici lányokként, óriási lelkesedéssel és kitartással táncoltátok végig ezt a fellépést. Természetesen ezt talán mondani sem kell nagy-nagy sikerrel. Az akkori vezetőtök, Laki Erzsike óvónéni nagyon büszke volt rátok. És akkor itt elindultatok egy úton, amin most is jártok. Nagyon sok támogatást kaptatok induláskor, és az azt követő időkben Szép Lajos bácsitól, aki sajnos már csak az égi mezőkről figyeli fejlődéseteket, sikereiteket. A helyi csemadok szervezettől, a zenekartól, valamint az önkormányzattól. Ők nem csak anyagilag, de erkölcsileg is sokat lendítettek a csoporton. Az óvodából kikerülve úgy döntöttetek, hogy folytatni szeretnétek a mazsolettezést. Az idők folyamán voltak, akik lemorzsolódtak, de új tagokkal is bővült a csapat. És ahogy nőttetek, úgy nőtt a fellépéseitek száma, és természetesen a sikerek száma is. A fellépéseken általában Bölcs Zsuzsa néni mutatott be benneteket kedves szavakkal a helyi közönségnek, amit ezúton szeretnénk megköszönni. Az Óka zenekar büszke volt arra, hogy most már két mazsolett csoport is működött Nemesócsán.
És ahogy teltek az évek, úgy teltek a képzeletbeli emlékkönyv lapjai. Az elmúlt 10 évben számos falunapi és sok más rendezvényen léptetek fel. A koreográfiákat kezdetben a két óvónéni, Laki Erzsike és Benedek Erzsike találták ki, és tanították is be. Később már Kartai Érdél néni is besegített, majd 2012-től már teljesen átvette a csoport művészeti vezetését. Ha visszatekintünk erre a 10 évre, elmondhatjuk, hogy minden év hozott számotokra valami jót, sikert, örömet. Már nem csak Nemesócsán, de a környező falvakba is hívtak benneteket fellépni. És ahogy múlt az idő, az országhatárok is megnyíltak előttetek. Több ízben szerepeltetek Magyarországon, és talán nem felejtettétek el, mikor első alkalommal voltatok hosszabb ideig távol a szülői háztól, a szüleitektől, a szlovéniai és az erdélyi szerepléseitek alkalmával. Itt szeretném megköszönni a nevetekben kedves szüleiteknek, hogy mindezt engedélyezték és segítséget nyújtottak akkor a szervezőknek, hogy minden a legjobban sikerüljön. És ezután jöttek a versenyek, a komolyabb megmérettetések. Először szlovákiai, majd európai szintű nagyon jó eredményeitekre volt büszke az, akinek szívügye ez a műfaj. És végezetül, de nem utolsó sorban, kívánunk számotokra további sok sikeres fellépést, szoros együttműködést, kitartást, hogy még nagyon sokáig tapsolhasson nektek a lelkes közönség az ilyen fergeteges és felejthetetlen koncerteken is, mint például, amilyen ez a mai is volt. A siker épp az útvonban elrejtve, amin végig kell mennünk, és útközben fogjuk felfedezni azokat az értékeket, amikért küzdve többek leszünk. És végezetül fogadjátok sok-sok szeretettel ezt a kis ajándékot, melyet a Csemadok helyi alapszervezete támogatott. Kérlek, Böll Zsuzsát lépjen előre. Thank you.
szólt, én is hozzászólni az elhangzottakhoz. Először is gratulálok a lányoknak, hogy 10 éve ilyen kitartóan dolgoznak. Ez nem kis idő, és ennyi idő alatt végig edzésekre járni, gyakorolni, és helytállni fellépéseken, versenyeken, ez egy nagyon nagy eredmény magában is, arról nem is beszél, hogy a versenyekről szép helyezéseket is hoztunk. Katica Mazsolet csoportként indult ugye 10 évvel ezelőtt ez a csoport, és ugyanúgy, ahogy előző tánckosztümjeiket, valahogy ezt a Katica nevet is kinőtték. És igény született rá, hogy valahogy máshogy nevezzük őket, nevezzék magukat, bennük született meg az igény, én csak tolmácsolnám. Felmerültek különböző megnevezések, ahogyan ezután őket szeretnénk hívni, szólítani, és amilyen néven ezután ők szerepelnének. És végül úgy döntöttünk, hogy a Krisztál Mazsolet csoport néven szeretnének ők tovább szerepelni. Tehát mostantól Krisztál Mazsolet csoport. Köszönöm. Kedves vendégeink, a következő számmal a zenekar szeretne gratulálni a mazsoreteknek és minden kedves vendégünknek, aki ma ünnepli születésnapját. Vážení prítomní, dýchová hudba touto skladbou blahoželá nielen jubilujúcim mažoretkám, ale aj všetkým vám narodeninovým oslávencom. Kedves Benedek óvónéni, nekem jutott ez a megtisztelő szerep, hogy köszönetet mondjak a csapat nevében a sok éves munkájáért. Ilyenkor feltörnek az emléket az első koncerteinkről, amikor 10 szofos kislány rázta a pomponjait és figyelmeztette egymást a tánc közben vétett hibákra. Az állandó fellépések mellett nagyon sok helyre vittek minket a zenekar részvételével. Többek között Szlovéniát, Szerbiát, Romániát, Magyarországot és Ausztriát is megjártuk rengeteg szép emléket és élményt szerezve. Ez mellett mindig ott voltak a próbák, ahol nem teljesítettünk 100%-osan, de a fellépéseken mindig nagyon oda tettük magunkat. A sok munkának meglett az eredménye.
De tovább szaporítani nem szeretném a szót. Még egyszer nagyon szépen köszönjük minden energiáját és munkáját. További pályafutására pedig sok sikert, kiemelkedő eredményeket és rengeteg kitartást kívánok. Engem érte megtiszteltetés, hogy a rengeteg munkájáért köszönetet mondjak a csoport nevében. Minden egyes fellépése remek és ezzel ritmusos, néha komoly számokat játszanak, melyekkel a kedves nézőközönséget szórakoztatják. Nagyon sok helyre a zenéjavoltából jutottunk el, így rengeteg emlékkel gazdagodhatunk. Állandó felkészültségével és tudásával rengeteget segített a csoportunknak. Ezt a jóságot nem tudjuk elégszer megköszönni. Nem szeretném tovább húzni a szót. Kívánunk jó egészséget, kitartást és még rengeteg fellépést a zenekar számára. Hogy az eddigi eltöltött idő alatt ennyire megszerettette velünk a tánc világát. Magának köszönhetjük az összes eddigi elért eredményeinket a versenyeken, és a színvonalas, mindig jól sikeredett fellépéseinket. Megtanította velünk, milyen is egy összetartott csoportként működni. Ráébresztett minket, hogy bármi is történjen, ne adjuk fel, és a legapróbb dolgoknak is örülnünk kell. Nagyon szépen köszönjük az eddigi kitartását, munkáját, fáradozásait, amit értünk el. Tudjuk, néha nagyon nehéz velünk, de nagyon reméljük, hogy még nagyon sokáig ilyen kis családként fogunk létezni. És még sok közös emléket és sikert szerzünk együtt. Kérem, fogadja sok szeretettel a Katica Mazsola csoport ajándékát. Elérkeztünk a koncert fináléjához, melyben a zenekar mellett a Mazsorettek és a Kodály Zoltán népdalkör is közreműködnek. Dámy a páni, dostávame sa do finále nášho koncertu, v ktorom budú spoluúčinkovať mažoretky a súbor ľudových piesní Zoltána Kodája.